Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Ő visszahúzódik ebbe a csigaházba. A kérdés az, hogy jelentkezik-e, lesz-e itt egy párkapcsolat. Ez a felvétel egy személyes jóslás Amiria részére. Kedves Amiria, üdvözöllek téged, te szeretnéd tudni, hogy visszatér-e hozzád. Az ő jelenlegi helyzetét itt ez a kártya mutatja. Itt van egy királynő, és ez a királynő uralkodik a levegő eleme felett. Ez adja neki a könnyűséget. Én úgy mondanám, hogy ez a királynő itt te vagy. Te vársz rá, és ha visszatér, mert vissza fog térni, akkor te adod számára ezt a könnyűséget. Itt döntésekről is lesz szó, meg kommunikációról. Ez a kártya utal a beszélgetésekre, az lehet, hogy itt a háttérben van még valaki, aki döntéseket hoz helyette, vagy befolyásolja őt. És milyen érzései vannak hozzád? Szeret ő téged? Ezt mutatja itt ez a kártya. A kezében van ez a kehely, és az utal a víz elemére. A víz eleme szimbolizálja az érzelmeket. Itt van mozgás. Ő visszatér hozzád, a kezében ez a kehely, ami az ő érzéseit mutatja. Más szóval, ő szeret téged, és visszajön hozzád. És mi foglalkoztatja őt? Mik az ő gondolatai? Azt mutatja itt ez a kártya, Justícia, az igazság istennője. Itt igazságokról, igazságtalanságokról van szó, vagy egy bírósági ügyről. A kezében van ez a mérleg. Ő mérlegeli a dolgokat. Elgondolkozik azon, hogy mit tegyen. De ez a mérleg jelenti azt is, hogy számára fontos az igazság, ő tudni akarja ezt, és kell neki a belső egyensúly. Azon kívül a mérleg gyakran a párkapcsolatot is szimbolizálja. A múlt. Mik az emlékei? Itt megvan a remény, és ő elvárja azt tőled, hogy várj rá. Ebben reménykedik, hogy te türelmesen fogsz várni rá. És milyen a kapcsolata másokkal? Itt van egy kép, amin egy ilyen ünnepség látható, baráti körben, vagy a családtagokkal, mindenki olyan vidám, de ez a látszat. És nem az igazság, mert a 9-es szám korlátozásokra utal. Ő itt nem érzi jól magát, de kifele mutatnia kell ezt a képet, mert mások ezt tőle elvárják. A te jelenlegi helyzetedet itt ez a kép mutatja. Itt van egy gazdag férfi és egy szegény. Itt igazságtalanságokról van szó. Azt is mutatja ez a kép, hogy az egyik kihasználja a másikat. A 6-os szám itt a múltra utal. Te tudod azt, hogy a múltban őt mások kihasználták. De ez a kép jelent még valamit. Az egyik nagy, a másik kicsi.
valaki volt a háttérben, mert itt múltról van szó, az emlékekről, aki a nagynak érezte magát, vagy beképzelt volt, és lekicsinyítette őt. Meg kellett, hogy alászkodjon, de mivel ez a te kártyád, ez arra is utalhat, hogy nem csak ő élte ezt át, hanem te is. Még mindig a múltnál vagyunk. Történt valami, amivel te őt megsértetted, vagy miért határozott így, hogy visszahúzódik, erre utal itt ez a kártya. Abban az időszakban, amikor ő így döntött, minden a feje tetejére állt. Ő elveszítette a biztonság érzetét. Nem volt egy alap. Viszont ezt a kártyát meg lehet fordítani, és akkor egészen másképp néz ez ki. Itt mutatja a könnyűséget, van egy talaj, próbáld meg a dolgokat más szemmel nézni. Ne a nehézségeket világítsd meg, hanem a lehetőségeket. Vagy tedd fel a kérdést, miért húzódott ő vissza? Ez nem veled áll kapcsolatban, nem miattad, hanem mások miatt. Vagy amiatt, hogy nála rosszabbodtak a helyzetek. És ezt szeretné megjavítani, amennyiben sikerül, vagy amikor sikerül, visszatér hozzád. És itt látható ez a remény, de nem csak a remény, hanem a szerencse, mert ezen a képen Fortuna istennő található, szerencséd lesz vele. És a négyes szám arra utal, itt lesz biztonság, egy biztos talaj a lábatok alatt. És mit tehetsz? Itt ez a kártya a múltat jelenti. A hatos szám közli ezt velünk. Itt van egy nagy utazás, egy lelki út, egy kármikus kapcsolat. Az azt közli számodra, hogy kettőtök között van egy lelki kapcsolat, mély érzelmek, egy nagy lelki utazás. De ez a kártya jelent utazásokat, külföldi kapcsolatokat is. Amikor ő visszatér, ti terveztek majd egy közös utat. És a jövő, mi fog történni a jövőben? Ő visszatér hozzád, a kezében ez a bot, ami a tűz elemét jelenti, őt lelkesíti ez a párkapcsolat, és mutatja a bátorságát. A következő kérdés pedig az, mi köt össze benneteket? Itt van a kettes szám, egy párkapcsolat, te és ő. Itt ez a fűzfa legyökerezik, tehát neked az az érzésed, hogy nála le tudsz gyökerezni, és ez rá is vonatkozik, mert neki is ez az érzése, hogy megtalált ő téged, és ő itt le akar gyökerezni, maradni akar, együtt akar élni veled. Van egy kis szomorúság benne, ezek az emlékek, erre utal ez a szomorú fűzfa. Viszont, ami jó ennél a képnél, ez a tartós párkapcsolat. Én most megkérdezem az Ingát, szeret ő téged, visszatér hozzád, igen, nem, vagy talán. Ha az Inga jobbra mozdul ki, akkor az azt jelenti, igen, ő szeret téged, és visszatér hozzád. Amennyiben az Inga balra mozdul ki, akkor az azt jelenti,
Nem, ő nem jön vissza, mert nem szeret téged. Amennyiben az inga megáll, akkor megállnak az események, és nem lehet tudni, mi következik. Először megáll minden, van egy kis húzavona, nem tudja, hogy mit akar, és később visszatér hozzád. Miért? Mert szeret téged. Amit még mondani szeretnék, én belepillantottam a ti horoszkópotokba. A te holtad az oroszlán jegyében van, az indiai számítás szerint, és pontosan itt, az oroszlán jegyében található nála a felfele haladó holtcsomó. Egy kármikus csomó, az számára egy kiút, mert az ő lelke ezt a sors utat választotta. Ez a nagy sors utazás. Ez arra utal, hogy ti ismeritek egymást a korábbi életetekből. A te Vénusz bolygód az az ikrek jegyében van, és pontosan itt mozog most a felfele haladó holcsomó, ez a kármikus csomó, ami keres egy kiutat, egy új irányt, és ez a hatás van ez év októberéig. Kedves Amíria, így tudtam a kérdésedet megválaszolni. Köszönöm, hogy hozzám fordultál, kívánok minden jót, nagyon sok szeretettel, Dendera! És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!